Az amatőr kupa döntőjének labdájával ismerkednek az edzésen a Baktól-Loránd házi játékosok, az MLS ugyanis 10-10 labdát ajándékozott a két résztvevő csapatnak. A baktaiak a Magyar Kupa megyei selejtezőjéből a Sényűt, a Tarpát és az Ibránt legyőző jutottak az országos főtáblára. Ott a Cigánd ellen 4-4-et, a Gyula ellen 1-1-et követően 11-esekkel jutott tovább Illés László együttese, amelynek az NB2-es Szolnok elleni 2-1-es vereség jelentette a végállomást. A Baktól-Loránd háza viszont a legtovább jutó alacsonyabb osztályú csapatok egyikeként ott lehet az amatőr kupa döntőjében, ahol a Győr-Moson-Sopron megyei első osztályban jelenleg harmadik helyen álló Mindfőcsanak lesz az ellenfele. Nagyon beképzetlennék, azt mondom, hogy tenyeremben van az ellenfél, hogy átozzék, de azért felkészültünk, megpróbáltunk felkészülni belőle. Az igazság, hogy meg akarjuk nyerni mindenféleképpen az amatőr kupát, és ezért áldoztunk is. Többek között elmentünk Győrbe, és megnéztük az egyik mérkőzésüket. Az alapján, a mérkőzés alapján, illetve 2-3 emberrel beszéltem, akik a Győri megye egyben vannak, az alapján nagyjából felkészültünk belőle. Rettentően nehéz mérkőzés előtt állunk, mert egy fiatal játékosokból álló csapat, akik a győri keretből kimaradnak, azokat ide adják le. Ügyesek, gyorsak, erősek, 2-3 rutinos emberrel a tengelybe még kiegészítve, úgyhogy nagyon nehéz feladatunk lesz. Az amatőr kupa elődje már ott van a Baktól-Loránd háza VS-e vitrinjében. A Szabadföld kupát 25 évvel ezelőtt Békés Csabán nyerte meg az egyesület akkori csapata. Félelmetes csapatunk volt, Dovin, Marics, Kapin, Sós, Barnusz, Virtás, Tóth Bandi, tehát szédületesen jó csapat volt. Kivertük a Diós Győrt, a Miskolci Vasutat, a Debreceni MT-t kivertük, tehát nagyon jó csapatunk volt, úgy jutottunk el Békés Csabára, és hogy milyen nagy rendező a sors, az Ibrány csapatával kellett játszanunk a Szabadföld kupa döntőt, amelyet mi nyertünk meg egy nagyon-nagyon jó mérkőzésen, 4-3 arányban. A Baktól-Loránd háziak legrutinosabb játékosa, Kozma József számára nem lesz ismeretlen a döntőnek otthont adó MTK pálya, mivel 17 évesen a fővárosi klub színeiben mutatkozott be az élvonalban. A középpályás kupagyőztesként szeretne hazatérni Budapestről. A kupa az teljesen más, mivel általában csak egy meccses szokott lenni, az általában hazai csapatnak, az alacsonyabb osztályúnak szokott kedvezni. Igen, nekünk általában jól sülnek el a kupa meccseink, vagyis tavaly jól sültek el, ez ennek a hozadéka, úgyhogy szeretnénk már az íre feltenni a pontot. Az amatőr kupa döntője szerdán 18 órakor kezdődik a Hidegkuti stadionban. A győztes 2 millió forinttal, a vesztes pedig 1 millió forinttal gazdagodik. Baktól-Loránd házáról több szurkolói busz is indul, valamint a település hazai és határon túli testvérvárosaiból is érkeznek drukkerek a mérkőzésre.